Az úti költségtérítés csak a Szabadka város területén élő diákokat érinti. A jegyek árának megtérítését a közigazgatási hivatal havonta juttatja el a Subotici Transznak. Az általános iskolák számára körülbelül 23 millió dinárt fordít a község a utazási költségekre, míg a középiskolások számára többi 43 millió dinárt biztosítunk. Az ingyenes bérletek igényléséhez a tanulóknak okmányaik eredeti példányát kell mellékelniük. A pozitív eredménnyel zárt bizonyítvány mellett a következő évi beiratkozásról szóló igazolást kell felmutatniuk. Ki kell hangsúlyozni azt, hogy a súlyos szociális helyzetben lévők számára a középiskolásoknál is biztosítjuk az ingyenes utaztatást, de ott, ahol nem tesznek eleget az ingyenes oktatásnál, ott a szülői hozzájárulás 1800 dinár. Azok a tanulók, akik évet ismételnek, illetve akik a környező községekbe utaznak iskolába, de a szak megnyílt a szabadkai középiskolákban is, szintén teljes összeget fizetnek.